Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 30-áig. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, és légy magabiztos. Használd ezt a kulcsot, hiszen ezzel a kulcssal le tudsz zárni valamit, mint például negatív érzelmeket, félelmeket, vagy bizonyos kapcsolatokat. De ezzel a kulcssal ki tudsz nyitni valamit, utal a nyitottságra, és akkor itt a szerelemről van szó, hiszen változnak a dolgok, változnak az események. Amit a halak jelentenek, az értékek. Ami értékes számodra, azt tartsd meg, légy nyitott erre. Ami értéktelen számodra, azt zárd le. És a gyermek utal itt akkor egy új kezdetre. Amit a halak még jelenthetnek, az anyagi dolgok. És itt lesz egy szerződés, vagy egy hír, lesznek itt újdonságok, amikor anyagiakról van szó. Ez a férfi itt van a kártyalap szélén, és eltekint a képektől, hiszen számára minden sok, nem akar foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Ez a kígyó lehet egy nő, de ő hátat fordít neki, nem akar vele kapcsolatot tartani. Holott ez a nő ír, itt vannak újdonságok, tehát a nő próbálkozik és akar egy új kezdetet. Az is lehet, hogy itt az ő exéről van szó, és a lány jelentheti a gyermekeket, és itt van egy hivatalos dolog, és ez a nő pénzt akar tőle. De ő eltekint ezektől a dolgoktól. Hamarosan döntéseket hoz, erre utalnak az utak, de ő ezt elnyomja, tehát várakozik. Most nem akar foglalkozni fontos dolgokról, elege van ebből a nőből, hiszen itt voltak, vagy vannak viták, veszekedések is. Ami kettőtöket illet, ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy a képen, itt van a lelki társad, egy vonalban vagytok, az mindig egy jó jel, hiszen megvan a kapcsolat, és az utak jelentik azt, hogy a sors utatok kereszteződik. De jelenti a döntéseket is, hiszen ti elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. De ő le akar zárni itt bizonyos kapcsolatokat. Itt ez a nő lehet az ex-nője is, és akkor itt gyermekekről, anyagiakról, vagy egy ingatlanról van szó. De ez a nő lehet valaki a családból is, az anyukája, vagy a testvére. Itt lesznek változások. Voltak, vagy vannak még viták, veszekedések, nézeteltérések, de a gólyák jelentik a változásokat, ez kihat a házra, ez lehet egy költözködés is, vagy valami változik a családban. Itt lesznek új kapcsolatok. Ami téged illet, te ebbe az irányba tekintesz, itt előtted van ez a kereszt. Ez jelenthet vallási témákat, vagy egy spirituális területet. Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt is. Amit ez a kereszt még jelent, hogy a sors utatok kereszteződik, tehát lesz egy találkozás, mégpedig itt a nyilvánosságon. Tehát ő felvállal téged. Amit a kereszt még jelent, ugyanúgy, mint az utak, és ez körülvesz téged, hogy elérkezel, vagy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És itt láthatóak a változások, ez nem csak az anyagiakat illeti, vagy a családot illeti, hanem a szerelmet, hiszen itt megjelenik a szerelem szimbóluma, ez a szív, és a nap jelenti a vonzó erőt kettőtök között. Itt meg lesz a könnyűség, a beszélgetések és a változások. Itt ez a virág jelenti azt, hogy itt kitisztul valami, láthatóvá lesz valami.
jelenti a tiszta gondolatokat és érzelmeket. Amit ez a virág még szimbolizál a Lodomát kártyánál, ezek a szexuális témák. Ez hozzátartozik a párkapcsolathoz, a szerelemhez, és mivel itt nyitottságról van szó, beszélgetésekről, akkor az azt jelzi, hogy ez a férfi nyitottan beszél ezekről a témákról is. Amit a képek még jelenthetnek, itt a gólya, a gyermek, a szexuális kapcsolat, egy kis babának a születését. Lehet, hogy nem nálad, hanem valakinél itt a családban. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!